2017. május 6-án tartottak először ingatlan börzét Újbudán, amelyre számos pénz- és hitelintézet, ingatlan ügyekben járatos tanácsadó, szakértő, ügyvéd, előadó is eljött a helyi és helyi érdekeltségű ingatlan irodák mellett. Gazdagréten rendeztünk nem olyan régen egy óvoda bőrzét, és hát a design marketet is jellemzően megrendezzük, az is egyfajta bőrze, úgyhogy valóban nem állt tőlünk távol az ilyen vásárok, vagy az ilyen fórumok megszervezése. Most ingatlanpiac a téma, mi a célja ezzel a központnak, Újbudának? Nyilván ön is tudja, illetve sokan tudják, hogy a kerület meglehetősen gyorsan fejlődik, nagyon-nagyon sokan költöznek be, és a legnagyobb ingatlan fejlesztések itt történnek a kerületben, lakóingatlan fejlesztések, és ma már az irodapiaci fejlesztésekben is eléggé frekventáltak vagyunk. Nagyon nehéz ingatlanokat választani, nagyon nehéz felkészülni egy ingatlan vásárlására, és ez a bőrze pont arra lehetőség, hogy informálódjanak az emberek, illetve megpróbálják felkészülni egy ingatlan vásárlásra, illetve az ingatlan vásárlás és szükséges egyéb finanszírozási módszerek megismerésére. A B32 galéria és kultúrtér adott helyet ezen a szombaton ennek a már első alkalommal sikeres kezdeményezésnek, ahol számos ingatlan eladás vagy ingatlan vásárlás előtt álló embernek tudtak válaszokat adni a felmerült kérdéseikre. Újbuda egy presztízs kerületnek számít, amit egyébként az is alátámaszt, hogy a második legkeresettebb kerület a budapesti lakásvásárlók körében. Újbudát egyedül csak a 13. kerület előzi meg, de figyelembe véve, hogy az átlagos ingatlanárak is magasak, és igen keresett kerületről beszélünk, ezért egyetlen elmondhat, hogy a 14. kerület ingatlan piaci szempontból egy presztízs kerületnek számít. A hitelintézetektől kezdve egészen az ingatlan irodáig, a fejlesztők, kik bezárólag mindenki itt van. Valóban az ingatlan irodák azok elsősorban jó minőségű ingatlanokat próbálnak, a fejlesztők a saját projektjeiket próbálják bemutatni, és hát a hitelintézetek és pénzintézetek pedig a saját finanszírozási konstrukcióikat. Mitől függ ez, hogy hogyan alakulnak az ingatlanárak, hogy mennyit ér a lakásom, vagy amit szeretnék vásárolni az éppen adott helyszínen, mennyit ér? Az első és legfontosabb szempont, ami meghatározza az lakásnak az árát, az a helyszín és az ingatlan elhelyezkedése. Itt sok olyan apró tényező játszik közre, amilyen például a közlekedési lehetőségek, a környékben található szolgáltatások köre, mennyire felkapott területen helyezkedik el az adott ingatlan, illetve az is nagy mértékben meghatározza az árat, hogy milyen ingatlan típusról beszélünk. Általában a lakások ára, az négyzetméter ára az drágább, a családi házak négyzetméter ára pedig olcsóbb, egy kerületen belül. Ennek viszont pedig az az oka, hogy családi házból általában nagyobbat vásárolunk, tehát ott általában 80-100 négyzetméteres családi házak teszik ki a forgalom zömét, egy lakásból pedig tudunk venni akár egy 20 négyzetméterest is, és egyáltalán nem mindegy, hogy az adott ingatlan miből épült, a panellakások például 30%-kal olcsóbbak, mint a téglaépítésűek.